Az első gondolat most így az árvíz kapcsán, ami zajlik Ausztriában, meg Magyarországon, és nyilván nem ez az első, meg egyetlen dolog, ami erre utal, legalábbis én szerintem végtelen jel lenne az emberek előtt, hogyha figyelnének, amikből megérthetnék, hogy a probléma igen komoly, amiben keveredtünk, és mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Hogyha hajlandó lenne mindenki valami más irányba elkezdeni gondolkodni, mint amerre normál esetben, akkor a többség felfedezhetné, hogy az a helyzet, ami kialakulóban van, úgy a gazdaságban, úgy a természetben, úgy a társadalomban, hogyha nézzük a vallást, akár a politikát, a tudományt, az a helyzet, ami kialakulóban van, az mindenképpen jelzi a végét egy korszaknak. De persze nyilván a Biblia az említést tesz arról, hogy még az utolsó időkben is az emberek csak élik a világukat, nem is vesznek figyelembe semmit, fel se néznek, hanem csak azzal foglalkoznak, ami számukra fontos a primitív életükben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én nem foglalkozok azzal, mert nyilván mindannyian valahogyan kénytelenek vagyunk megélni, és semmi probléma nincs azzal, hogy az ember igyekszik a lehető legjobb körülményeket teremteni magának. Talán akkor van probléma, hogyha kizárólag ezzel foglalkozik, mint ahogyan a többség. Még magyar viszonylatban is a TikTok nagyszerű mutatója annak, hogy mennyire primitív szinten vannak az emberek, a többség, hogy mindenféle degenerált, alacsonyabb rendű tartalmat hajlandók nézni, tömegével hozzászólni, és egyszerűen semmi, aminek értelme van, nem érdekli őket. Egyszerűen semmi. Nagyon nehéz találni tömegével embereket, akiket érdekel valami, aminek tartalma van. És van néhány csoportja ezeknek a videóknak, ahogy láttam. Az egyik az ezek a fiúk, férfiak, nem is tudom, minek lehet ezeket nevezni. Mindegyik valamilyen fajta retardált, mentálisan vagy pszichésen, sokak szerintem még fizikálisan is valamilyen problémával küszködnek, de és akkor értelmetlen dolgokat beszélnek, mint valamiféle állat. Mint valamilyen fajta állat és ember a kettő között nem is tudják kifejezni valójában azt, amit szeretnének mondani, mert ahhoz nem is csak a lexikális tudása kevés ezeknek az embereknek, főleg férfiakról van most szó, hanem az értelmi képessége is hiányzik. Egyszerűen csak retardáltak. És ha bárki most lapoz tovább, és elkezdi nézni, akkor egy-két videó múlva bele rábukkan erre, amiről beszélek. Üzengetnek egymásnak, káromkodnak, mindenféle selejt nyelvet használnak, ilyen angol, magyar, mit tudom én, milyen hibrid nyelveket. Abszolút semmilyen koherencia nincs abban, amit mondanak. Semmi értelme nincs. Próbálnak egyfajta státuszt kiharcolni maguknak a primitívséggel. És az érdekes, meg a megdöbbentő az az, hogy erre van piac, és aztán ezek a bohócok azok, akik formálják a fiatal nemzedéket, vagy generációknak a gondolkodás módját, mert azok látják ezt, és azt hiszik, hogy ez a menő, hogy így néz ki egy férfi, miközben ezek a selejtek gyakorlatilag semmire nem jók a társadalomban. Semmi hasznuk nincs azon kívül, hogy ellátják a feladatot, amit ellátnak, ha egyáltalán ellátnak valamiféle feladat. Úgy értem, hogy ha egyáltalán dolgoznak ezek. Mondd, mit szeretnél? Let's go!
Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!